Nagy szeretettel köszöntjük a VNTV vagy Viva Natura televízió kedves nézőit, FVQ adás sorozatunkban, ami nem tesz más, mint felelősségvállalásunk koeficiense vagy mértéke. Vezérszőnyi László úrral, barátommal beszélgettünk. Szervusz, Laci. Szervusz, István. És mai adásunk témája egyébként, ezt többször még meg fogjuk énekelni, hogy mi van a pénz után. Ugye egy előző adásban, amit Lacival készítettem, elmondta, hogy a jellegi bankszektor vezetői, elméleti tudósai is azt mondják, hogy maximum 10-15 éve van a jellegi pénzügyi rendszernek, utána valami másnak kell jönnie, mert fenntarthatatlan ez a rendszer, ami most van, ezt majd részletesen kifejti a Laci. Illetve egy másik vonalat szeretnék elmondani, hogy pont egy évvel ezelőtt kriptovaluta kereskedők jelentek meg a magyar légtérben, és mondták, fú, most kell venni, most marha jó lesz, és 11 és 16 ezer forint között adták az embereknek el a kripto részvényeket, annélkül, hogy az emberek tudták volna, úgy gondolták, hogy ez jófajta piramis játék, aki az elején ugrik be, az még jó jár, majd rá két hónapra a kriptovaluták ilyen mélyrepülésbe 6000 forintos árra csökkentek le, és az emberek úgy érezték, hogy úristen, akkor én most butaságot vagy hülyeséget csináltam. Mi ezelőtt 3 évvel talán vele csináltam először a kriptovalutákról egy adást Magyarországon, de én úgy érzem, hogy még ma is nagyon kevesen tudják, hogy mi az a kriptovaluta, és akkor menjünk oda-vissza, hogy mire alapozzák a bankszakemberek, hogy 10-15 év múlva már a jelenlegi pénzügyi rendszert nem fenntartható, le kell váltani, és valóban mi van a pénz után, és milyen módon tudja a kriptovaluta átvenni a pénz jelenlegi, a pénzvilág, vagy pénzhatalom, nem tudom milyen jó szó rá, jelenlegi funkcióját. Igen. Most hirtelen nagyon sok kérdést tettél fel. Igen, de ez a kettő fontos. Tehát az, hogy mire alapozzák, hogy a pénz bukik, és ez a kriptovalutának magyarázzuk el, hogy igazából mi ez a kriptovaluta, és milyen módon tudja valóban leváltani majd a pénzt. Igen, hát a legutóbbi munkaadómnál is ugye ezek voltak a legfontosabb témák. Teljesen tisztában van a maga a bankári társadalom, vagy mondjuk inkább így, hogy a háttérhatalom teljesen tisztában van azzal, hogy a kriptovaluták, kriptodevizák előbb-utóbb ki fogják szorítani a jelenlegi rendkívül rosszul működő pénzügyi rendszert. De most, hogy mire alapozzák ezt? Pontosan arra, hogy pont, hogy ők tudják, hogy hogy működik, és hogy miért rossz a jelenlegi rendszer. Én azt mondanám, hogy a jelenlegi, még az emberiség történetében nem volt ennyire rossz pénzügyi rendszer, mint most. És ennyire, hogy mondjam, hatalmi eszköz, mint amilyen most. A hatalmi eszköz egyébként egy rendkívül egyszerű módszerrel valósul meg, az a pénzteremtésnek, ugye van egyszer egy kereskedelmi banki, meg van egyszer egy jegybanki pénzteremtés, annak a monopolizálásával valósul meg ez a hatalmi, ez a pénzügyi hatalom. Bocsánat, és a Bartel kereskedelem likvidálásával. Hát igen, az nincs már gyakorlatilag, azt szerintem megszűnt. Na most a kriptodevizáknál a pénzteremtés az emberek kezébe kerül át, és mégpedig úgy, hogy kikezdhetetlenül. Ez az, amit nem értenek. Tehát senki nem ért, mert mindenki azt hiszi, hogy egy kriptodeviza a valami központi szerveren nyilván tartják, és hogyha mondjuk lekapcsolják az áramot, akkor meghal az egész rendszer. Ez nem igaz. Épp úgy nem igaz, mint ahogy az internetet sem lehet tönkretenni. Tehát az internetet úgy valósították meg, úgy találták ki, hogy ez egy tönkre tehetetlen hálózat legyen. Most amióta létezik, azóta soha nem volt egy percre sem az, hogy a világ viszonylatban globálisan megszűnt volna. Lokálisan lehet, hogy voltak kisebb problémák, de nem. Na, a kriptodeviza ugyanez. Úgy lett kitalálva, úgy lett létrehozva, hogy nem lehet lekapcsolni, nem lehet hamisítani, nem lehet uralni, ugyanis majd elmondom a későbbiek folyamán, hogy miért nem, de ez egy virtuális világban valósul meg, amit jelenleg nem ural a pénzügyi háttérhatalom, és nem is lehet uralni. Tehát ez az oka annak, hogy miért fél annyira tőle, miért tudja azt a maga a
pénzügyi háttérhatalom is, az, hogy a napjaik meg vannak számolva. Én amikor a legutolsó projektemet vállaltam el Németországban, Frankfurtban, ott nyíltan beszéltek erről, hogy körülbelül 10-15 év van arra, hogy végleg megszűnjön a bankoknak ez a pénzteremtési monopóliuma. Azáltal, hogy átkerül az egyszerű ember kezébe, te is tudsz egy picit teremteni, én is, mindenki tud valamennyit, és az egész együtt globálisan kiadja azt a pénzrendszert, amit már nem lehet uralni. Senki se tudja ezt uralni, még maguk a létrehozóik sem tudják uralni. És ezt pontosan tudják azok, akik a jelenlegi hatalmat gyakorolják, és akiknek a hatalma pontosan erre a manipulációra alapul. Múltkor épp valami számítógépes dologban voltam benne, és mondták, hogy hú, ez most sokkal drágább lett, mert a kriptovadászok, ugye, tehát majd ezt elmagyarázod, hogy mi ez, kriptovadászok folyamatosan viszik ezt az alkatrészt, hagyd nem mondjam, mi az, és akkor gyakorlatilag érdeklődtem, hogy akkor mire vadásznak, tehát hogy jön létre a kriptovaluta, amit utána az emberek megoszhatnak egymás között, mert talán innentől megértik jobban, igen, ezt a kérdést. Igen, jó a kérdés, mert ezek a kriptovadászok, tehát ezek felvásárolnak bizonyos hardware kapacitásokat, ami egy bizonyos kriptodevizához, egész pontosan a bitcoinhoz köthető, de itt nem az a lényeg, hanem itt a lényeg maga a rendszer, az egésznek a gondolatisága, akik ezt létrehozták, akiket egyébként ismerek is, hogy miért, miben gondolkodtak, hogy hogyan találták ki azt, hogy ne kerüljön ez a háttérhatalom kezébe, mert ez egy nagyon tudatosan létrehozott pénzrendszer. Na most a bitcoinnál, ugye ez a kriptodevizák atya az első, ami megvalósult, és egyben a legjobb is egyébként. Ugye a pénzteremtést úgy, illetve magát a... Értékteremtés. Nem, ez pénzteremtésről van szó, ezt úgy valósítja meg, hogy kapacitásokat kell felajánlani ahhoz valakinek, hogy ő... ez a bizonyos bányászat, miningnak mondják, tehát pénzbányászattal pénzt tudjon teremteni. Tehát itt körülbelül ilyen annyi, most azt mondom, hogy körülbelül $1000 áramot kell, áramnak megfelelő kapacitást kell investálni valakinek ahhoz, hogy egy bitcoint ki tudjon termelni. Tehát ez a mining... És vagy ez ki termeli ki? A számítógép termeli ki? Vagy? Ezt a számítógép termeli ki, amit te megveszel, bemész a boltba, megveszed, jelentkezel oda, tehát nyitsz egy... Primszámokat, vagy nem is tudom, miket kell vadászni. Nem primszámokat. Hanem miket? Nem kell, semmiféle primszámot nem kell vadászni. Hogy tudok én egy bitcointot létrehozni? Hát úgy, hogy ezzel a bizonyos elkezdett bányászni ezt a bitcoint, és folyamatosan belefektetsz számítógép kapacitást. De most ez a kapacitás, ennek csak egy része az, hogy az árammal függ, áram ellátással függ össze. Magában egy óriási szerverparkok vannak Kínában, amelyek semmi mással nem foglalkoznak, csak ezzel, és megpróbálnak minél több még meglevő lehetőséget kihasználni a bitcoinnak a bányászatára. Nem, semmiféle prímszámot nem kell, csak kapacitás. Mit bányásznak? Kapsz egy bitcoint érte, hogyha felajánlasz mondjuk x terabyte kapacitást. És azon mi fut azon a terabyte-on? Mire használják? Transzakciók futnak rajta, illetve maga a könyvelések futnak rajta. Ezek ezzel valósítják meg azt, tehát ezt a kapacitást neked úgy kell nézni, hogy gyakorlatilag a kapacitás annak a bizonyos pénzrendszernek a biztosítéka. Ezért ezzel biztosították be azt, hogy valaki, tehát senki ne tudjon, tehát még egy pénzügyi háttérhatalom se tudjon annyi kapacitást felmutatni, amivel átvehetik az uralmat maga a pénzügyi rendszer fölött. Van egy kérdésem is, lehet, hogy már meg is fogom érteni. Régen ugye arany fedezete volt minden kibocsájtott pénznek, és minden kormány csak annyi pénzt tudott kibocsájtani, amennyi arany fedezete volt, és akkor ezt söpörték el, és helyett van a levegőből a pénzteremtés, és ugyanakkor a háttér számítógépes kapacitásnak a terabájtnyi megléte
engedi meg azt, hogy annyi bitcointot vigyenek a tőzsdére vagy piacra. Aha. Tehát ez egy virtuális aranytartalék. Igen, mondhatjuk, tehát a kapacitások adják végül is a hátterét ennek a rendszernek, ugyanis ez rendkívül kapacitás igényes. A bitcoin, amikor létrehozták, nem számoltak azzal, hogy ez ennyire be fog jönni. Uh-huh. És ők gyakorlatilag a kapacitást, a számítógép kapacitást tették mögé, mint MIPS-ben, ugye, vagy terabyte-ban, ugye ezek a millió operáció másodpercenként, tehát abba tették bele, úgy gondolták, ezek mérnökök voltak, nem közgazdászok, akik létrehozták, uh-huh. ők mérnöki fejjel gondolkodtak, és azért egy picit mindenkinek, aki szeretne bitcoinnal foglalkozni, vagy kriptodevizákkal, igenis egy kicsit mérnökien kell gondolkodnia. Nem a régi rendszerekbe gondolkodunk, ez egy mérnöki valami, ezeket informatikusok rendkívül okos egyetemi tanárok hozták létre, nem pedig senkik. Mondom, én vagyok Jakab Pista, itt a háttérben van egy valak számítógépem, aminek ennyi a kapacitás, hogy most mondok valamit. Oké, ezt megértettem. Elég sokszor olvasok mostanában olyanokról, hogy hackerek megtalálják a számítógépeket, akik magánembereknél vannak, és teljes egészében ezt a fajta kapacitást ellopják, és a saját rendszerükként jelentik be, mint a saját kriptodevizájuknak az alap háttértárát. Uh-huh. Ezt hogy lehet kivédeni szerinted? Hát mint mindent ezt is ki lehet védeni, ez egy elég gyenge próbálkozás, mert egy kapacitás, tehát hogyha persze egy vírust ráraknak egy rendszerre, akkor az előbb-utóbb... Tehát tudja az én gépemet csatolni az ő... Akkor rá tudja, ez így van, és akkor az a pénz bányászat, vagy hát bitcoin bányászat, az gyakorlatilag az ő kapacitását fogja... Az én gépemről bányászik, hát, igaz? Tehát, hogy persze, te gépedet az én gépem tök belassul, nem tudok semmit csinálni vele. Így van, lelassult, azt veszed észre. Aha. Természetesen ezt meg lehet csinálni, de hát mint minden, hát ugye hány millió vírus létezik a világon, mindegyik ellen van védekezés. És akkor most egy jó kis vállalkozás a okosoknak, hogy fejlesz ki azt, hogy meg tud mérni egy számítógépnek, hogy van-e rajta ilyen jellegű vírus, amivel a memóriáját, mint kapacitásként kiviszik a rendszeredből, és más használja. Bocsánat, de ha van tyúk, van tojás, és igaz? Tehát, hogyha igen. Ha van valami jó szándék, akkor ott van mindig mögötte az árnyéka is ennek a dolognak. Természetesen, hát védekezni kell ez ellen, de ez attól még semmit nem jelent a rendszer szempontjából. Ez azt jelenti, hogy én tőlem egy kis kapacitást lopnak, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk, ha nekem van egy bitcoin wallet, ugye ez a pénztárcám, hogy abból akár egy tizednyi vagy ezrednyi bitcoint el tudnának lopni. Ezt nem lehet. Uh-huh. És én a bitcointomat el tudom adni, úgy kiviszem a tőzsdére, vagy hova? Hát a tőzsdére is ki lehet vinni, de hát hogyha neked van egy bitcoin pénztárcád, hát az egy feltörhetetlen rendszer, azt nem lehet onnan uh-huh. senkinek se kivinni, de te el tudod adni, mert valamilyen tranzakción keresztül, te ráviszed egy tőzsdére, és akkor ott kínál. Most, amikor a magyarok vásároltak, akkor valószínűleg egy bitcoint értékesítő csoport, nem tudom, mi, adta itt el ezeket a részvényeket, én nem tudom, hogy valószínűleg részvénynek hívják, és hogy lehet ezt így meglebegtetni, hogy a 18.500-as pontértékből így van, elmondom pontosan. 6.000 forintra leugorjon, és így nagyon sok így embernek van. Elvették a kedvét egyébként. Igen, hát ez volt a cél. Most egész pontosan megmondom, hogy ki volt és mi volt mögötte. Egész pontosan Jeff Bezos volt mögötte, az Amazonnak a elnök vezérigazgatója, illetve azt kell tudni, hogy az Amazon az ugyanaz, mint a CIA. A CIA ugyanaz, mint a háttérhatalom, tehát gyakorlatilag... Ki hozta létre az internetet? Hát akkor megint ott vagyunk, jó? Igen, ez egy rendkívül fontos személy, egyébként Amerika egyik leggazdagabb embere, és teljesen az amerikai kormánynak a kedvezmény, vagy szervilis kiszolgálja, úgy mondja János. Igen, úgy mondjuk. És hát tulajdonképpen ez egy megtervezett akció volt.
A bitcoint elkezdte fölvásárolni Jeff Bezos már, óriási, egyébként nagyon nagy az Amazonnak a piaci kapitalizációja, a világ egyik legnagyobb cége lett időközben, tehát összemérhető már az Apple-el, a Microsoft-tal, a Shell-el, sőt azt mondom, hogy ezeknél egy kicsit nagyobb is most már, és főleg, hogy egy ilyen állami, félállami háttértámogatás is van. Hátszéle, ilyen hátszéle könnyű, és rendkívül sok pénzt investáltak bitcoin vásárlásba, ők is nyitottak valatet, fölhajtották az árfolyamát, majd 2018 elején hirtelen az egészet piacra dobták, és ezáltal lement az árfolyama. De az árfolyam ez nem jelent az égvilágon semmit, mert annyi volt csak, hogy mesterségesen létrehoztak egy buborékot, amit mesterségesen kipukkasztottak, és aki rossz időben vásárolt, az természetesen rosszul járt. Jó időben vásárolt, az nagyon jó. Hát amikor még $1 volt egy bitcoin, az ugye ennek nagyon megérte. Hol lehet bitcoint vásárolni egyébként? Veletet kell nyitni, meg lehet nyitni az interneten, ugye a bitcoin.org vagy .com, rendkívül sok ilyen van, de vannak bitcoin kereskedők, az sokkal egyszerűbb, mert ugye egy bitcoin most már ugye több ezer dollárba került, tehát a bitcoin jelenleg átalakult most már egy spekulatív pénzért, és most már a feladatát nem úgy teljesíti, mint ahogy azt a létrehozói szerették volna, egyszerűen spekulációs objektum. Azt mondjuk, hogy mi van a pénz után, de most, hogy mindig pénzért veszik bitcointot, tehát, hogy gyakorlatilag, amikor már a pénz mint olyan el se hangzik, hanem a saját magam által kitermelt, a saját pénztárcámba beledugott bitcoint az, amiért én bármit vásárolhatok, hogyha jól értettem. Bármit vásárolhatsz, de valamit azért ne felejtsünk el, mert így nem fogod érteni. Az egyik az, hogy egyet a bányászaton keresztül lehet pénzt teremteni, de magát bitcoint a másik, ugye a beváltással is lehet bitcoinhoz jutni, mégpedig hagyományos pénzzel. Tehát kettő módon lehet hozzájutni. Mind a kettő módot meg lehet közvetlenül is valósítani akkor, hogyha te egy bitcoin veletet nyitsz, és akár bányászod a bitcoint, akár vásárolod a bitcoint, illetve el tudsz menni egy brokerhez, bitcoin brokerhez, aki neked ezt eladja nagyon, nagyon kevés díjért, tehát, és akkor nem kell neked egy teljes bitcoint megvenni, hanem neked mondjuk csak 1000 eurod vagy dollárod van, és nincs 6000 vagy 100000. Van váltó pénze a bitcoinnak? Van, létrehoztak most már egy már nem is tudom a nevét, van egy az 1000-hez, a 100-hoz, van most már váltó pénze, de nehéz, tehát egy bitcoin tranzakciónak az ára jelenleg elég magas. Tehát éppen azért majd el fogom mondani, hogy miért magas, el fogom mondani, hogy miért alakultak így a dolgok, míg te, amikor bemész egy boltba és egy bankkártyával fizetsz, annak az átlagos tranzakciós költsége, hát attól függ, hogy melyik országban vagyunk, ez ilyen 8 cent és 20 cent dollár cent között váltakozik, ez nagyon sok mindentől függ. Vannak bizonyos országok, ahol ezt le lehet nyomni 3 centre is, de a bitcoinnak a egyetlen egy tranzakciónak a legolcsóbb megvalósulása is $2.5 kezdődik, plusz. Tehát magyarul, hogyha te egy bemész a boltba, és egy gatyát veszel, ami $1 kerül, és akkor még bitcoinért, és $2.5 hozzá a tranzakciós költség, akkor nyilvánvalóan az nem fog működni. Tehát ezért a bitcoin nem is azzal kell megoldani a mi problémáinkat, hanem létre kell hozni egy olyan devizát, egy olyan kriptodevizát Magyarország számára, de akár globálisan, amelyeknek a tranzakciós költsége nincsen, tehát nem olyan magas, csak ez a pár centbe kerül, viszont hasonlóképpen működik, mint maga a bitcoin, és főleg az, hogy nem lehet feltörni. Na, erre szeretnék rátérni, hogy miért alakult ki társadalmilag ez a bizonyos magas árfolyam, illetve miért van az, hogy az emberek valóban megbíznak a bitcoinban. Amikor létrejött a bitcoin, ez 2007-ben vált nyilvánossá, és 2008 elején vált operatívvá maga a bitcoin, akkor még senki sem mert volna bitcoinba. Egyébként többek között magyarok is létrehozták, nem árt, ha tudjuk.
akkor még nem nagyon lehetett tudni, hogy most ez bejön, vagy nem jön be. Az emberek nem nagyon bíztak meg benne. Viszont a Bitcoinnak van egy olyan algoritmusa, amit jelenleg még nem sikerült, és nem is valószínűleg nem is fognak tudni feltörni. Erre is rá fogok térni majd, hogy miért nem lehet. És az évek során, aztán az elmúlt évtized során, végülis az emberek rájöttek, hogy a világ legbiztosabb devizája. Hogy mi ennek az alapja? Vagy inkább azt mondom, hogy miért lett ez ennyire, miért lett ennyire magas az árfolyama, inkább azt mondom. Azért, mert az emberek megbíznak benne. Ugyanis a pénz semmi más, mint valami vagy bitekbe, vagy papírba csomagolt bizalom. Ez a fontos. Tehát az emberek megbíznak a pénzbe. Jelenleg, ugye, amikor rossz, még rosszabb, legrosszabb, nagyon, nagyon rossz pénzek vannak a világban, ugye a dollár a rossz, az euró a rosszabb, és itt a forint a legrosszabb, és még tovább megyünk, akkor vele szembe egy biztos deviza, olyan, tehát biztos pénz, mint a Bitcoin, ami tényleg abszolút feltörhetetlen, az hozza meg az igazi bizalmat, és ezért indult meg valójában a Bitcoinnak az árfolyama fölfelé. Ezért bíznak az emberek, tudják. Most az algoritmusról annyit mondok, hogy egy matematikai megoldást kódoltak bele a Bitcoinba. Ezt mindenki utána nézhet, benne van a Wikipédiában is. Ez a bizonyos konstantinápolyi generálisoknak a problémája, amikor ki kellett deríteni azt, hogy a generálisok között ki az áruló és ki nem. De most, hogyha tehát nem akarok mélyen belemenni, a lényege a matematikának az, hogyha a rendszerben levő embereknek hogyha az egyharmada áruló, akkor az a rendszer kideríti önmagáról, hogy azok az árulók, a csalók magyarul, egy ilyen rendszerben. És automatikusan őket kizárja, illetve ott lezárja a rendszert, magát az árulók. Tehát egy áruló felismerő rendszer van benne, ezért nem lehet feltörni. Most amikor a Bitcoinnál, vagy az összes többi kriptodevizánál az emberek, akik használják, és itt 10 milliók, meg 100 milliókról van szó, hogyha azoknak a kétharmada becsületes, akkor már a rendszer működik. Már pedig az embereknek a túlnyomó része igenis becsületes. Hogy lehet becstelennek lenni egy kriptodevizát? Tehát olyan kriptot vallok be, ami nem létező? Megpróbálom meghackelni. Tehát, hogy a kamu háttérkapacitást adok el? Nem, annak ehhez semmi köze, ez nem a háttér. Ez akkor van, amikor én bitcoinért vásárolok valamit és kamu. És nincs bitcoinom, vagy pedig többet akarok magamnak realizálni. Magyarul megpróbálom a kódot feltörni. Amikor megpróbálom kódot feltörni, rendszer észreveszi, hogy kódfertörés történt, és ott rá lezárja az egészet. Egyet magyarázni nekem, hogy leragadtam. Tehát Magyarországon mondtad, hogy itt is csináltak ilyen bitcoint. Igen, van is egész jó rendszer. Okay. Most indul. Háttérkapacitást növelek, be akarok szállni a bitcoin bizniszbe. Hol kopogtatok, hogy szevasztok nekem, akkor ennyi bitcoint értékű rendszerem van ez? Vagy hogy csatlakozol be a rendszerbe, amikor te bányász vagy, és oda akarod adni a rendszernek? Hát akkor nyitsz egy veletet. Aha, akkor nyitott egy pénztárcát, és oda berakod a saját veletedet. Vagy a bitcoin kapacitásodat. Berakom a saját bitcoin kapacitásomat, és akkor megpróbálok annyit kibányászni, amennyit lehet. Tehát amennyit a rendszerem enged. És akkor azért rendszerem ráküldenek mindenféle feladatokat, dolgozik rajta. Így van, amit te nem is tudsz, hogy mi van. Nem is tudok. Nem is érdekes, hogy... Ki használja ezt? Azt eladja valaki valakinek is? Hát nem, maga a rendszer. Maga a rendszer rendkívül, tehát úgy hozták létre, hogy rendkívül kapacitás igényes. És a kapacitás igényét így védik le. Aha. Tehát a kapacitás, ahhoz el kell mondanom, hogy megértsed, hogy miért van ez az egész. Tehát amikor te mondjuk nyitsz egy veletet, és csak mondjuk a mobiltelefonodon tartod, és te létrehozol egy tranzakciót, eladsz, vásárolsz valahol valamit bitcoinért, egy másik valakitől, tök mindegy, hogy mi, a te tranzakciód rákerül a világ összes a rendszerben levő gépére.
Most ennek a, tehát minél jobban nő maga a rendszer, minél többen használják, a kapacitás igény exponenciálisan nő. Ezért van szükség, ezért volt szükség ezekre a bizonyos kapacitás felajánlásokra, vagy kapacitásokra. Tehát gondold el, hogy ami benne van a, tehát a te gépeden, az kis mobiltelefonodon, vagy a te kis laptopodon, akármi, benne van az addig megvalósult összes bitcoin tranzakció. Jézus Mária. Bizony. Tehát azért van ez, azért van erre szükség. Na most, hogyha te ott magadon átírod, a te gépeden átírod, és próbálsz csalni, akkor te nem, tehát az lehetetlen, hogy ne derüljön ki, mert az összes többi 10 millió gépen nincs rajta. A rendszer észreveszi, hogy csak azon történt csalás, és azt mondja, oké, okay, köszönöm, ennyi volt. Okay. Van nekem 100 terabájta, mondta valamit, akkor én beírhatok mondjuk 100 kriptovaluta pontot az én... Nem, azt majd a rendszer írja be neked. A rendszer levizsgálja az én rendszeremet. Nem, hogyha te neked van x terabájtod, mipszer, stb., azért a rendszer fog neked majd bitcoint szolgáltatni, amit te felajánlottál. És akkor a pénztárcádban növekszik a bitcoinoknak az összege. Uh-huh. Érted? De azon felül te még tudsz, tehát az egy másik történet, ezt válasszuk szét egyszer a bányászatot, egyszer a tranzakciót, ezt válaszuk, és mondjuk a csalási lehetőséget is. Uh-huh. Tehát amikor te próbálod manipulálni, vagy bárki próbál manipulálni ezt a rendszer rögtön észreveszi, mert leellenőrzi az összes többi 10 millió, hogy megtörtént az a tranzakció. Nem történt meg. Hogyha egyszerre te meg tudnád valósítani azt, hogy mondjuk 10 millió laptop van, 10 millió wallet van az egész rendszerben, és te képes lennél 3,3 millió laptopon egyszerre manipulálni, akkor igen, akkor bedőlne. De az lehetetlen, mert te még egyen sem nagyon tudod megcsinálni. Tehát ezért biztos a deviza, ezért nem tudják ezt bedönteni, manipulálni, ellopni. Most az interneten, meg a hírekben rendkívül sokszor felröppennek ilyen rémhírek, hogy jaj, ellopták itt. Jaj, valakinek ellopták a laptopját, mobiltelefonját, és akkor a bitcoint levették róla, vagy a többi kriptodevizát, tök mindegy. De lényeg az, hogy ezek rémhírek, hát ilyen nem lehet, ez csak annak a rémhír terjesztést szolgálja, hogy a bizalmat megvonják ettől a rendszertől. Na most valami van még, persze a valós, jól működő, úgynevezett tömblánc típusú kriptodevizák mellé ugye persze sok csaló létrehozott saját rendszert, ami viszont manipulálható belülről vagy felülről, és megpróbálnak embereket ugye ebbe berángatni, de ez egy másik történet. Uh-huh. Ez éppen olyan, mint a hamis pénz, vagy nem is tudom, uh-huh. Mindig is volt, próbálták hamisítani, hogy az ókorban az aranyjal futtatták be a részpénzt, tehát ugyanígy ez lehetséges, de magát a tényleg a blockchain, ugye, úgy hívják, tömblánc alapú rendszerek, azok úgy vannak létrehozva, hogy nem lehet őket manipulálni, pontosan ezért az a tömblánc technológia miatt. Uh-huh. De most egy tömblánc technológiát kitalálni, gondolhatod, nem tud egy egyszerű valaki megvalósítani, sőt, egy közgazdás sem fogja tudni ezt, mert ez matematika elsősorban, és villamosságtan. Tehát ehhez mérnökök kellettek, akik létrehozták, és úgy is van megoldva, meg matematikusok hozták létre. Tudod, mit jött eszembe a kvantumfizika, ugye azt is azért már 1920-tól azért kéne értenünk, kellett hozzá majdnem 100 év az, hogy egyre többen tudják értelmezni a kvantumfizikának a lényegét, igaz? Igen. Most ehhez is egyfajta, másfajta megközelítés kell. Így ugye? Van. Tehát, hogyha ez is sokkal gyorsabban elterjed a fejekben, akkor sokkal jobban lesz alkalmazva, meg megértve ez az egész dolog. De hát most se kezdem érteni egyébként. Nagyon jó, hogy beszéltünk erről. Nagyon sok néző, aki vásárolt is, lövése nincs, hogy mihez nyújt hozzá egyébként. Persze, a legtöbb embernek halvány lila gőze nincs, hogy mit tett. Fogalma sincs arról, hogy ez jó vagy nem jó, azt tudja, hogy meg tudja venni esetleg, és drágában el tudja adni. Aha. Tehát nem értik a lényegét az emberek. Most én úgy gondolom, hogy a megoldás az a következő lenne. Tehát én szerintem erre iskolákat, vagy iskolákban kellene iskolákban oktatni. Kéne tanítani. Aha. Tehát magát a pénzrendszernek a működését,
működését, a jelenlegi torz pénzrendszernek a működését, azt, hogy miből alakult ki, és azt, hogy hogyan működnek a nem torz pénzrendszerek, mint például a kriptodevizák. Uh-huh. Tehát ezt kéne mindenkinek tanítani már a 8. Uh-huh. osztálytól fölfele, vagy mit tudom én, vagy már az 5. osztálytól fölfele általános iskolába, mert egyszerűen nehéz megérteni. Tényleg nem egy egyszerű probléma. Most jön a durva kérdés, ugye? A másik az, hogy az lehet látni, hogy a nemzetállamok világnagy kormányai elkezdték újból az aranykészleteiket feltölteni. Tudod, annak idején Amerika is kidögöl hazahozott több tonna, több tíz tonna, ha nem kell nektek az arany, elhozom, stb. Fölvásárolta, nem tudom, fillérekért. Hogy mi van akkor, hogyha ők analóg módon gondolkodva azt mondják, hogy jó, ez a lufi pénz be fog dőlni, ki fog pukkadni, és akkor mi az aranyalapú pénzrendszert hozzuk vissza, ami már egyébként jól működött, és ha nem engedjük meg a kamatrendszert erre az egész rendszerre, akkor onnantól fogva ez akár egy stabil pénz is lehet újból. Az embereknek könnyebben átlátható, mint ez a virtuális kvantumpénz, fogalmazunk. Kvantumpénz, is mondjuk így. Közben a bitcoint is lehet, a bit ugye maga az a memóriának a része, igen. A coint meg maga az, amit beledobtunk a telefonba. Hát a coin az érme. Az érme, jelent, tehát hogy memória pontosan. Érme tulajdonképpen, amit igen, gyűjtögetünk igen. Össze. Igen. De most... Tehát az arany alapú fedezetekre. Igen, igen. Én az aranypénzeket rossznak tartom. Sőt, azt mondanám, hogy igen, hogy a mi kínunknak, a pénzügyi kínunknak ez a valós alapja. Tehát az aranypénz hozta meg, vagy az aranypénz manipulálása hozta meg ezt a jelenlegi torz pénzrendszert. Én visszakövettem. Nem a kamat egyébként? Hát a kamat is, tehát abban valósult meg, de ahhoz, hogy megértsed, hogy hogy jöhetett létre a kamat, ahhoz mindenképpen kellett az aranypénz. Uh-huh. Mégpedig azért, mert tehát magát a pénzt az aranyon keresztül tették állandóvá, vagy mindenhatóvá, inkább azt mondom, hogy mindenhatóvá, ugyanis az arany nem múlik el. Egyébként minden elmúlik a világban, és a pénz, ami valójában csak képviseli, vagy szimbolizálja magát az aranyat, vagy kellene, hogy szimbolizálja az aranyat, és az így volt egészen 1944-ig, legalábbis részben. Ez a virtuális becsapás, ez hozta meg számunkra azt, hogy gyakorlatilag az állandóságra hivatkozva lehetett a kamatot megvalósítani, mivel hogy minden tönkre megy, mint az előbb említettem a világon, csak a pénz nem. Tehát maga a szimbólum. Hogyha nem lett volna ez, és nem lett volna ugye az aranyártal, ugye mert az egy véges fém, nem lett volna pénzhiány, akkor soha nem tudott volna létrejönni kamat. Tehát pontosan ez hozta meg a kamatnak a lehetőségét, hogy mesterségesen az arany mesterségesen alacsonyan tartotta, ugye mesterséges pénzhiányt teremtett, illetve szimbolizálta az állandóságot. Én azt mondom, hogy amikor ugye a pénznek két fő funkcióját, a mozgó és a nyugvó funkcióját nézzük, akkor az arany esetleg jó a nyugvó funkcióra, de a pénzforgalmi pénznek a funkcióját rendkívül rosszul tölti ki, vagy tölti be. Arra valójában a pénzteremtés a jó. Mégpedig a pénzteremtés, amit nem szabadna monopolizálni bizonyos jegybankoknál, vagy kereskedelmi bankoknak a kezében, hanem az embereknek a kezébe kellene átadni. Mégpedig kamat nélkül. A bitcoinon nincs kamat. Tehát ezért nagyon jó, mert nem is lehetséges rajta a kamat. Egy torzrendszerben lehetséges csak a kamat. Tehát azt mondod, hogy amikor kevés arany volt, akkor bevezették ezt a kötelező tartalék alaprendszert, amikor már az aranyfelezetnek a tizedére bocsájtottak ki pénzt, és ez folyamatosan, mivel nem volt elég, a pénz meg kellett a világba, ma most viszont olyan aranybányákat fedeztek fel, inkább ez a nagy kérdésem, hogy azért az ilyen korlátozott aranykészleteket most már is szinte korlátlan aranykészletekké tudják, mert a műholdas felvételekkel a világ összes pontjáról bányászák ki az aranyat, és csak készülnek valamire. Tehát 1200 dolláros unciárnál
olyan nagy érdek, ugye mesterségesen len van tartva az aranyára ugyanúgy, és gyakorlatilag minden kormány is szipkázza be az arany tartalékát mindenhonnan. Hát én úgy gondolom, hogy ez a fals, tehát ez az abszolút ez a hamis kamu út, nem jó, ez fenntartaná a jelenlegi rendszert. Én azt mondanám, hogy arany az ékszernek való, ez csodálatos, nagyon jól mutat valakinek az ujján vagy nyakláncban, de nem szabadna ezt összekeverni magával az elszámolási rendszerrel. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy az a legrosszabb. Tehát szabadulni kell tőle, és legyen, tehát amit nem értesz, valószínűleg ezt nem látod, vagy láttad, ezért tetted fel a kérdést, hogy az arany az behatárolja a pénzteremtésnek, illetve azt a pénzteremtést, amit az előbb említette, behatárolja a lehetőséget, és mesterségesen pénzszűkét teremt. Viszont a teremtett pénz, ha az emberek kezében is annyit teremtenek vele, amennyit akarnak, akkor soha nincs pénzhiány. És akkor tud a társadalom valójában fejlődni. Akkor lehet hitelezni, de nem kamatért. Ez a lényege. Illetve a pénzkibocsájtás jogát vissza kell venni a központi bankoktól, és nem, például a magyar pénzt is Frankfurtban nyomják meg ilyen hülyeségeket. Hát persze. Már csak a fém apró pénzeket nyomják Magyarországon egyébként. Hát persze. Egyébként nem. Ez lenne, tehát visszavenni a pénzkibocsátás vagy teremtésnek a lehetőségét az emberek kezébe adni, és akkor nem lesz. Tavaly lejárt ez a 100 év, amit a Amerikából adtak, ugye pénzkibocsátás jogát odaadták annak a bankárkörnek, és ilyenkor nem kell visszaadni, vagy most már annyira megvették a politikusokat, persze, hogy nincs, aki visszakérje, igaz? Nincs, aki visszakérje, nincs, aki visszakérje. Hát, nagy szarba vagyunk, uraim és hölgyeim. Ez nem az én összefoglalom volt, csak ez így kikívánkozott belőlem. Foglald már te össze, légy szíves, hogy miért bízunk a kriptovalutában. Hát akkor én azt mondanám, hogy akár a fejlettebb világból, akár Magyarország, teljesen mindegy, hogy honnan, de meg kell valósítani azt, hogy az emberek egymás közt olcsón, önmaguk által, mi magunk által kibocsátott pénzt használjunk, ne használjuk idővel, nem, nincs szükség a állami, illetve a háttérhatalmi, banki háttérhatalmi pénzekre. A bankokra sem lesz szükség. Tehát én azt mondom, a jelenlegi állapotokat figyelembe véve körülbelül 10-15 év múlva megszűnik a jegybanki pénzkibocsátási monopólium, és aztán meg fog szűnni rá, én úgy gondolom, hogy egy még 10-15 évre a kereskedelmi banki pénzkibocsátási monopólium. Ez az, amit te mondtál, hogy ez a 10%-os tartalékrátára, igen, az is egy pénzteremtés, de az nem készpénzteremtés, mint a jegybankoknál, hanem ez egy számla pénzteremtés, ami egyébként konvertálható egy az egybe, ugye a készpénzre. Hogyha ezek megszűnnek, akkor a világ mindenképpen elindul egy fejlődési úton. Én attól tartok, és nagyon sok más banki kollégám is attól tart, hogy ezt a háttérhatalom nem fogja annyiba hagyni, mert hogyha ez így megy tovább, a hatalmunknak vége. Tehát körülbelül, hát azt mondom, hogy legkésőbb 30 éven belül beköszönt az aranykor, és beköszönt az a bizonyos tudatrobbanás. Aranymentes aranykor. Igaz? Aranymentes aranykor, amikor nem az arany a pénzt szolgálja, illetve a pénz mögött álló érdekeket, tudatszint fogja szolgálni. Hanem a tudatszint, pontosan erről beszélek. Tehát a Magyarország így vagy úgy mindenképpen ki fog kerülni ebből a csapdából, csak az nem mindegy, hogy a te életedben, meg az én életemben, vagy csak az unokáink, vagy dédunokáink életében. Mert amit ma én teszek, az az unokáim élete, így van? Így van, így van. És én szeretném még megélni azt a kort, amikor már ez megvalósul, és nem kell mindenkinek attól tartania, hogy az adósságai miatt, amit egyébként a banki rendszer, a kamatrendszer hoz létre, az utcára kerül, nem kell attól félnie, hogy egzisztenciálisan ellehetetleníti a rendszer. Ez egy nagyon lassú folyamat, mert 6000 évig tartott, amíg eljutottunk azt mondanám, szörnyű állapotban, ahol jelenleg a világ tart. Én globális szemben nézem az egészet, de hogyha ebből 6000 év mínuszból 30 év alatt plusz tud lenni, az már egy óriási lépés lenne. Ez biztosan meg fog valósulni. Ez az emberiségnek a tűfoka, amin át kell lépni. Igen, át kell menni. A háttérhatalom inkább egy
világháborúba sodorja, így akkor van. Önmagával együtt elpusztulja, és akkor 100 év múlva újból indul ez a reset gomb, és a következő 6000 év ugyanúgy fog eltelni az emberiség életében. És szerintem ez már többször előfordul, hogy van-e annyi tudatszint, hogy fölébredjenek, hogy ne következzen be most ez az apokalipszis, ami egyébként ennek a folyamatnak a vége. Abszolút, tehát, abszolút kiszámítható. Így fogja a hatalmát, kis gömböc nem tudja, hogy a végén ő is szétdurran és elpusztul. Van. Ezért van ennyi rákos, mert analógiában a rák ugyanolyan tudatlanul térfoglaló progresszió az ember testében, és a végén nem fogja föl, hogy az ő győzelme a rendszer pusztulását vezeti. Így és van. Sajnos nem olyan tudatosak ezek az erők sem. Szerintem nagyon tanulságos egy beszélgetés. Örülök neki. Folytattunk, és akkor a te szavaid élve, nehogy kriplik legyünk már, mikor a kriptovaluta beteljesíti önmagát, aztán na, zsírozunk erre, és azért csináljuk ezeket a műsorokat is, hogy egyre többen gondolkozzatok, terjesszétek, beszéljetek erről. De most, amit szeretnék még nagyon hozzáfűzni, és nagyon fontos lenne az, hogy a nyugati világban azért ezzel már az emberek nagy része tisztában van. Magyarországon még nem. És én úgy látom, hogy a fejlődés vagy a változás igazából ott fog először elindulni, és csak később időre gyűrűzik be hozzánk. Ez lenne a rosszabbik út, és hosszabb ideig tartó út. A jó az lenne, hogyha a magyarok is rájönnének arra, hogy ez a mi útunk. Én nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy rendkívül sokat kritizáltak engem a kriptodevizák miatt, hogy miért nem próbálom a Szent Korona elvét, mert hogy a Szent Korona az tényleg mindig ellátta a magyar népet megfelelő pénzeszközökkel. Hát a Szent Korona az lenne valóban a legjobb, mert a kriptodevizák egyébként oda fognak vinni, hogy előbb-utóbb az is meg fog valósulni. De jelenleg a háttérhatalomnak a szemében a Szent Korona és annak az eszméje sajnos a vörös posztó. És minden eszközzel próbálják eltaposni. Tehát nagyon jó lenne, ha azon keresztül megvalósítható lenne, de én nem látom az esélyt ennek. Ne a legnagyobb ellenállás felé. Így van, ne a legnagyobb ellenállás felé menjünk, hanem próbáljuk megkerülni azt, jelenleg egy olyan eszközzel, ami ellen nem tud fellépni a háttérhatalom. Csak ilyen olcsó eszközökkel, hogy megpróbálják fölvásárolni, akkor eladják filérekért, lenyomják az árfolyamát, de gyakorlatilag nem tudják megszüntetni. Hát kedves nézők, mindenki egyébként elindultak ezek a saját termelők és közösségek, akik egymás között csereberélnek, ott is tényleges értékek cserélődnek tényleges értékeké. Na most ezt nagyon apekocska nem szeret, most már navocska, de pontosan ezért, mert abban a pillanatban, ha nem tudják a pénzüket ráerőszakolni, akkor nem is tudnak adót szedni érte. Így van. Pont így van. Bitcoinra nem lehet adót nem szedni. Lehet adót szedni. Nem lehet. Na, kedves nézőink, ez az egyetlen adómentes dolog. Erről mi sokat fogtok beszélgetni, én nagyjából kezdem érteni, hozzáteszem nagyjából, de a kvantum gondolkodás kell ugyanúgy ehhez, hogy ezt a dolgot megértsük. VNTV-t köszönöm, itt voltál, Laci. Én is köszönöm a lehetőséget. VNTV-t, így van, attól a televíziót láttak, láthattatok, viszontlátásra.